Idén szeptemberben bővült a Szent Imre Katolikus Gimnázium, két tanítási nyelvű általános iskola, kollégium, óvoda és alapfokú művészeti iskola palettája. Az első osztályosok már angol két tanítási nyelvű osztályban is megkezdhették tanulmányaikat, mások mellett orosz-franciska is. Én azt szeretem az angol órában, hogy mindig táncolunk, énekelünk és tanulunk, és amit tanultunk, számok, színek és formák. A Szent Imrében a fenntartó támogatásával két osztályt indítottak. Ezeken belül a diákok fele az angol két tanítási nyelvű képzésben tanul, amíg a gyerekek másik része az általános képzésben. Az intézmény vezetője kiemelte, nagyon fontos számukra, hogy a 6 éves gyerekek elsősorban játékos formában sajátítsák el az idegen nyelvet. A kisdiákok tanításában a legfontosabb kérdés az élmények megosztása, az élményadás, és én úgy gondolom, hogy ez az angol nyelvű oktatás a közös játékra, a bábozásra, a közös táncra, éneklésre, rajzolásra építve valóban élményt ad a gyerekeknek. Élményszerűen sajátítják el, szinte varázslat módjára, játékos formában az angol nyelvet. A két anyanyelvű oktatás elindításához több feltételnek is meg kell felelnie az intézménynek. Fontos, hogy az angol tanító pedagógusoknak széleskörű ismereteik legyenek műveltségi területen is, mivel a diákok a heti 4 angol nyelvi óra mellett 3 közismereti tárgyat is, a technikát, a rajzot és az éneket idegen nyelven sajátítják el. Felső tagozaton pedig szükség van olyan szaktanárokra, akik angol szakos végzettséggel vagy nyelvvizsgával rendelkeznek. Szeretnénk azt, hogy a felső tagozatban a gyerekek a törvényi előírásoknak megfelelően szaktárgyakat is tanuljanak, angolul, biológiát, informatikát, földrajzot, amihez a személy feltételeink elegendők lesznek, és azt szeretnénk elérni, hogy 8. osztályra ezek a diákok a középfokú nyelvvizsgát le tudják tenni. De fontos az, hogy nem csak papír szükséges, hanem egy tényleges tudással, a mindennapi nyelv ismereten túl egy magas színvonalú tudással rendelkezzenek, majd nyelvtudással a diákjaink. Az intézmény vezetője hozzátette, az iskola igen népszerű azon szülők számára, akik a keresztény értékrendet felvállalva szeretnék, hogy gyermekük magas színvonalú oktatásban vegyenek részt.